úgy lehet elérni, hogy felviduljanak a gyerekek, hogyha a bohócok is már eleve vidámak. Mi és pedig vidám bohócok vagyunk. Sziasztok! Csak egy pillanatra megálltunk, hogy megígyünk egy kis üdítőt, és aztán mindjárt megyünk üdíteni a gyerkőcöket. A bohócok elmondása szerint a kisebbek először megijedtek tőlük. Pár perc után azonban mindenki velük szeretett volna játszani. Csináltam olyan, hogy bohóccal ültettem a paradicsomokat játékból, meg még csúsztáztam a bohóccal, meg még ugráltam a bohóccal, és ilyesmiket. Az arcfestés volt a másik nagy sláger a kicsik körében. Mindannyian türelmesen kivárták a sort az arcfestőnél. A kiskutya, a pókember, meg a pillangó szokott lenni a sláger ilyen szülinapokon. De most érdekes, hogy még nem volt két egyforma. A bohóc és az arcfestő csak a szülinapokon lesznek majd jelen a játszóházban, de rajtuk kívül is számos érdekesség várja a gyerekeket. Sok játék, tanulás. Szeretnénk, hogyha fejlesztenénk a tudásukat mesével, verssel, mondókákkal. A játszóház az idősebbekre is gondolt. A pelenkás gyerekeket is már el tudjuk vállalni, mert ugye nem rettenünk meg a pelenkázástól sem, de viszont az iskolás gyerekek pedig a szülinapokra arra számolunk az iskolás gyerekeknél. Örülök, hogy a zovónők a nagyobb gyerekekre is gondoltak, hogy ilyen trambulival is. Nagyon szeretnék én is otthonra egy ilyen szép trambulit. Nagy volt az érdeklődés a játszóház iránt, folyamatosan érkeztek újabb vendégek. Főleg azoknak a szülőknek nagyon jó, akik dolgoznak, vagy egy-két órára el kell, hogy szaladjanak valahova, és el tudják a gyerekeiket vinni. Eljöttünk, de nem az enyém a kislány, de így összeismerkednek a gyerekek. A játszóház rugalmas munkaidővel fogadja a gyerekeket hétfőtől péntekig reggel 7 órától. 1 óra 80 dinárba kerül.